Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár 23. csevejét rögzítjük éppen. Ez speciális adás lesz, hiszen annyi időnk van, amennyit akarunk, illetve majd Solymosi Ákos, aki segíti a munkánkat, majd ránk szól, hiszen az Idő arcai című kiállításra fogunk beszélgetni, és a három kurátor a vendégem, Varga Bernadett, a régi nyomtatványok tárának a vezetője, Túri Klaudia és Szovák Márton, szintén a régi nyomtatványok tára csapatát erősíti. Azzal kezdeném, hogy hogyan indult ez a közös munka, ki vetette föl kinek, hogy te gyere hozzám, gyere velünk. Igazándiból úgy indult, hogy nem sokára meg fog újulni a Jeles Napok című tartalomszolgáltatásunk. És Suder Anna Mária jött hozzám azzal, hogy a vezetősége úgy képzeli, hogy ez egy ilyen hármas egység legyen, tehát legyen a tartalomszolgáltatás, tartozzon hozzá egy nagy kiállítás, és aztán majd legyen ehhez egy kiadvány is. És megkérdezte, hogy vállalnánk-e a kiállításnak a létrehozását. Tehát az alap magja a dolognak az ez volt tulajdonképpen. És akkor én utána a kedves kollégáimhoz fordultam, és megkérdeztem, hogy volna esetleg valakinek ötlete ez ügyben, hogy Jeles Napokhoz kapcsolódóan milyen kiállítást tudnánk létrehozni, és egyből felmerült az idő és az ünnepek, mint két ilyen alapfogalom, amivel aztán dolgozni kéne. És akkor ez addig-addig alakult, még aztán Klaudiának nem pattant ki a fejéből egy szuper jó szinopszis a kiállításhoz. Annyit tudtunk, hogy lesz a három koordinaterem, tehát az a három tér áll rendelkezésünkre, és akkor arra gondoltam, hogy az időnek egy-egy aspektusát lehetne bemutatni egy-egy teremben. Az első teremben ugye a lineáris időt, a középső teremben a ciklikus időt, és a harmadik teremben pedig a pontszerű időt, a pillanatot. Ezzel azért meggyűlt a bajunk, mert ez, tehát ugye ezt aztán így kifejezni, a legmegfelelőbb tárgyakat megtalálni, az sok időt vett igénybe. És ugye ennek a kiállításnak van két vezetője is, az egyik Kronosz, a másik pedig Kairosz, a két görög időisten. És ennek a két vezetőnek a megtalálása is egy érdekes történethez kapcsolható. Már megvolt az, hogy ugye ez a térnek a hármas, az időnek a hármas beosztása ebben a három teremben. Már gondolkodtunk azon, hogy lesz Kronosz, akkor lesznek különböző ilyen nyomdászjelvények, ahol különböző idővel kapcsolatos szimbólumok vannak. És akkor így a hétköznapi munkánk során, tehát épp a 631-es teremben voltam, és Heltai János tanár úrnak adtam ki könyveket a páncélszekrényből, én épp behajoltam a páncélszekrénybe, és közben Heltai János tanár úr, aki mindig hoz valamilyen viccet, valamilyen kis frappás mondatot, így azt mormogta a bajsza alatt, hogy háromféle idő létezik, Kronosz, akkor mondott még valamit, és a munkaidő. És a másodikat ugye nem hallottam, mert épp bent voltam a páncélban, és mellette volt Garadnai Erika kolléganőnk, és utána megkérdeztem az Erikát, hogy a tanár úr mit mondott még? És akkor mondta, hogy Kronosz, Kairosz, és a munkaidő, és akkor hopsz, leesett nekem, hogy oké, szuper, tökéletes, megvan. Megvan Kronosznak a párja, és Kronosz nem csak egy ilyen kis díszítő alapja lesz a kiállításnak, hanem egy vezetője Kairosszal együtt. Mikor vetétek be Marcit, Szovák Mártont a csapatba? Hát rögtön bevettük, ugyanis Marci meg elfogadtad a felkérést. Nem volt választási lehetőségem. Szegény, igen, megparancsoltam neked. És akkor megkaptad az elképzeléseket, és akkor mennyire szólhattál bele, hogy a igazából két hölgy elképzeléseit hogyan lehet visszavenni? Detti nagyon demokratikusan indította az egész munkának a szervezését, tehát kezdetben ilyen osztályértekezleteken beszéltünk, tehát többen is benne voltunk az egészben, de utána jött Klaudiának ez a zseniális koncepciója, és ez lett a nyerő. Erre hülyeség is lett volna nemet mondani, hogy ne csatlakozzon az ember hozzá. Volt olyan kérdésem, hogy ki volt az egész csapatnak a vezetője, de akkor most eldöntöttem, hogy akkor Klaudia volt a vezetője, hiszen a ő ötleten kellett végigmenni. Térjünk vissza Corvina termekre, ugye
itt ugye arról van szó, hogy a hatodik emeleten vagyunk a könyvtárban, hetediken az olvasóterem, meg ötödiken beérkezünk, és van egy ilyen három terem, ami a Korvinákról van elnevezve, és akkor elindul a kiállítás nézője az első termen, és itt egyből rámennék egy olyan kiállított tárgyra, ami a Budapest Báb Színházról jött. Én most a fiammal fizikát elég sokat tanulunk, és akkor látom ezt a fém valamit, ami itt szembe jön velem. Mi az a tárgya egyből, amit bemegy a kiállításra az ember, van egy ilyen fémbábú. Mi köze az időhöz? Ami egyébként nem is fém, hanem fa javarészt. Egy része hát fém, pláne. Egy része pedig fa, de fémnek néz ki valójában. Igen, az igaz. Hát ez is egy ilyen érdekes koprodukciós ötlet volt, tulajdonképpen egy másik terrel, a Színház Művészeti Tárral sikerült, vagy ott sikerült ezt megtalálni. Ugyanis értelmszerűen felkutattuk az összes külön gyűjteményt, meg a törzsgyűjteményt is, hogy milyen anyagokat tudunk összeszedni. Felkértük a kollégákat, hogy segítsenek, és itt is, és még sokszor köszönetet kell nekik mondani, mert nagyon készségesen a tárukat mélyrehatóan ismerő kutatók hozták elénk, tényleg azokat a kincseket, amik akár úgy hívó szó, hogy Haydn kézirat, akár úgy érdekes, mint egy kedves figurának a terve, ezt ők játszották a kezünkre. Igen, és egy Csipke Rózsika előadásnak a dokumentumaira hívta fel a figyelmünket Kovács Burda Zita, hogyha jól emlékszem. Igen, Zita volt. És akkor ezért kezdtünk el erre az előadásra egy kicsit figyelni, ami egy speciálisan mesélte el Csipke Rózsikának a történetét. Volt benne két olyan szereplő, időapó és perc szolga, akikkel kiegészült ugye a klasszikus mese, és ez a figura a percolga, akit ott lehet rögtön látni. A koncepció pedig, hogy miért van oda elhelyezve, azt szerintem Marci nagyon jól el tudja mondani. Perszolga azt szimbolizálja, illetve ez a két figura egy mesetörténetben, hogy az időkérdése mennyire örökérvény és mennyire releváns minden életkorban, és hogy egy gyerek is szembesül azzal, hogyha beül a Csipke Rózsikára, hogy hát igen, mi lesz akkor, hogyha 100 évet kell várni arra, hogy a királylány felébredjen. Mert egyébként abban segít, azért úgy kerül a csizma, illetve hát a vekker az asztalra, hogy időapó és a szolgája perc segítenek ezt a 100 évet megpörgetni a Csipke Rózsika kérőjének, és akkor hát így mind a ketten még zsengély fiúkorukban lehetnek ugye egy pár, és nem fog ki rajtuk az idő. Tehát, hogy ezt jelképezi a tárlat elején ez a báb. Az, hogy mennyi könyvtári anyag van kiállítva, az, hogy mennyi ilyen kölcsönzött anyag, ugye műtárkölcsönzésről beszélünk, az hol meg lehet húzni a határt, hogy mennyire gondoltatok, mi az, ami mindent el sikerült-e hozni. De magáról el a műtárgykölcsönzésről kicsit beszéljünk, hogy ez hogyan működnek. Ugye a közlekedési, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban is vannak tárgyak, Pannonhalmáról is van egy hóráskönyv, tehát ilyenkor hogyan döntötök, hogy mennyit hoztok máshonnan a kiállításba? Nem volt ez egy előre meghatározva, hogy mondtuk egy 100%-os arányt, hogy nem tudom, 60-40 vagy stb., hanem adta magát az anyag, hogy először is csak így, amit nagyon szerettünk volna, azt végig gondoltuk, azokat fölírtuk, elkezdtük a kéréseket eljutatni a megfelelő helyekre, és akkor ahogy visszajöttek a válaszok, igen, nem maradt az, amit aztán adtak. Ugye ez nagyon sok, ez egy bonyolult folyamat, ezzel nagyon belekérdeztél egyébként, de lehet, hogy ezt tudod is amúgy más forrásban. Nem lehet egyszerűsíteni? Mármint abban az értelemben bonyolult, hogy nagyon sok tényezőtől függ, hogy adják vagy nem adják. Vannak olyan könyvtárak például, vagy bármilyen egyéb ilyen muzeális intézmények, ahol mondjuk egy évben csak egyszer vagy kétszer ül össze az a tanács, aki eldönti, hogy bizonyos tárgyaikat, amiket kérnek más, akár az abban az országban lévő, akár külföldi intézmények, hogy olyan állapotban vannak-e fizikailag, meg hogy mennyire fontos ez nyilván ilyen művelődéstörténeti szempontban, hogy adják vagy nem adják. Tehát vannak ilyen egészen szigorú helyek. Ilyen például a Párizsi Nemzeti Könyvtár, ahonnan egyébként szerettük volna Rákóczinak a vallomásait elhozni, de pontosan ezért, mivel annyira szigorúan csak kétszerüléseznek, ha jól emlékszem, azt hiszem azt, hogy kétszerüléseznek egy évben, akármilyen korán gondoltuk mi azt, hogy elküldtük a kérést, az már későn volt ahhoz, hogy a kiállításunknak a megnyitójára például az a tárgy ideérjen, vagy az a könyv, vagy kézirat ideérjen. Úgyhogy ilyenek azért történtek, de javarészt azért eljött minden, amit szerettünk volna kérni. Lám az idő is milyen meghatározó, hogy van egy kiállítás, ami ugye 2 hete nyílt, most amikor fölvesztük a műsort, 2 héttel ezelőtt nyílt a kiállítás, és mennyire meghatározó, hogy
évekkel előtte már el kell kezdeni, és idővel kell gazdálkodni. Lógrásba fogunk össze-vissza menni az egész kiállításon, és most, ahogy megláttuk ezt a nem fémből lévő bábszínházi szobor, ez vagy mi ez pontosan? Egy bábfigura. Mozgatható a kis mutatója egyébként, az egyik lába is, sőt a talán az ilyen orrának beállítható kis mutató is a vekkerszerű fejen mozog. Az fém egyébként a feje, az fém, a többi része, tehát a teste az, csak le van fújva ilyen ezüst színre, tehát jól eltaláltad, nem. Szóval ahogy kinyitjuk a tekintetünket, rácsodálkozunk a kiállításra, meglátjuk a színt. Itt kell megemlítenem, hogy Gazdag Mária volt a kiállításnak a kivitelezője, ő szabta varta a különböző segítséggel, hogy hogyan nézzen ki a kiállítás, és Török Máté volt a grafikusa, és a Kronoszt és Kairoszt is említsük meg, ez a Béna Gyervin volt, aki megrajzolta a szín, hogy jött. Azt gondolom, hogy evidens, hogy mondjuk fények vannak, és akkor sárga az egész kiállítás, de egyszer beszéltél Detti arról, Varga Berendet, Detti, hogy amikor a lámpa mondjuk megjelent az időbe, akkor teljesen átértékeltük a világosságot, a sötétséget. Hogy lett a sárga szín? Hát erről szerintem mind a hárman külön-külön tudunk. Az biztos, hogy az volt az alapkoncepció, hogy világos kiállítás legyen. Igen, tehát hogy nagyon szerettünk volna egy vidám, világos kiállítást, és lehet, hogy elsőre a sárga az kicsit egy ilyen szokatlanabb, vagy túl merész és túl harsány, de valahogy amikor a kalendáriumra gondolok, és ugye a középső tér az egy élő kalendárium, akkor nekem mindig a sárga szín jut az eszembe, és ugye Sudár Anna Máriának a jeles napok tartalom szolgáltatásának a megújulása támogatása szempontjából is készült ez a kiállítás, és vele is beszélgettünk, tehát hogy vele is az elején nagyon sok dologban egyeztettünk, és ő is azt mondta, hogy számára is sárga, vagy valami narancssárgás, tehát hogy ez a szín valahogy így, ez egy közös megállapodás volt. Nem tudom, Marci, hogy te mit gondolsz? Elfogadtad. Nem tiltakozott. Marci igazából... Most kiderül, hogy de. Tiltakozott volna, csak nem mertem mondani. Most ez így felvágnék, hogy nem ez volt az első kiállítási projekt, amiben dolgoztam, mert a második, de azt az első alkalommal is megtanultam, hogy alapjai a színekbe jobb nem beleszólni. Hogy a sárga, hogy jött, tehát ez mindig a grafikusnak a kompetenciája, és Máté egyébként nagyon jó színpaletták, mutatott nekünk, azzal maximálisan egyetértettem, amit Claudia mondott, hogy próbáljunk kitörni az ilyen nagyon sötét, antracit dominálta kiállítóterekből, és ilyen szempontból én örömmel üdvözöltem ezt a sok sárgát meg fehéret. Aztán az, hogy műtárgyvédelmi okokból nem lehet fényt beengedni, úgyhogy sötétben minden sárga-fekete. Ez már egy másik kérdés, de hát azért csak világítanak a falak is, tehát azért csak jelent valamit, hogy így van, nem ilyen fekete falakat képzeltetek el. Igen. Visszamegyünk az első térbe, a lineáris térbe, ott is voltunk még egy kicsit, de a minden tér sárga kivétel az utolsó, de már oda is el fogunk jutni. Van egy éggömbünk, ami az Ír című jönnői könyvtár és az OSK fenntartással, kezelésekben van. Ez hogy sikerült elhozni ide, és mennyi meló volt ebben? Ez egy éggömb? Igen, ez egy csodálatosan szép 17. századi éggömb, amit a holland Blau nyomda kiadóvállalat adott ki. Ugye ennek a vezetője Willem Blau volt, aki megalkotta ezt az éggömböt. Egyébként Tiho Brahe tanítványa, és ez valóban Zirc-ről került ide, egyébként eredetileg valószínűleg a Nádasdi családnak a tulajdonában állt, és aztán egy katolikus papon keresztül került Zirc-re. Az elhozatal az abban a szempontban nem volt bonyolult, hogy Németh Gábor, hál' Istennek, eléggé együttműködő volt rögtön, akkor, amikor nem volt már felhasználása. Hát ezt így nem akartam mondani, lehet. Bár nem panaszkodott a kiállítás megnyitón se, hogy valaki pisztolyt tartott volna a fejéhez, hogy muszáj odaadnia. Én úgy vettem észre, hogy szívesen adták, és megfelelő műtárgyszállítási körülmények között. Mit láthatunk ezen az éggömbön? Eljött ez az éggömb.
Hát ez az égömb, ez azért különleges, mert itt már új csillagoknak a megjelenését is regisztrált a készítője. Egyébként bizonyos szakirodalom szerint 1520 csillag ábrázolódik rajta, 64 csillagképbe rendezve. És ugye ez azért érdekes, mert maguk az éggömbök a középkori, meg a koraújkori ember számára az állandóságot jelentették egyrészt, vagy legalábbis az ég maga, meg az égi testeknek a látszalagos körpályája is ezt jelentette, hogy mindig föl kell a nap, lesz holnap is, ugye, hogyha az idő... viszonyítjuk ezt a kérdést. Aztán, amikor pedig lenyugszik, akkor az azért felveti azt is, hogy az egyéni élet esetleg az mégiscsak lehet véges. Tehát ezt nagyon jól illeszkedőnek gondoltuk a kronoszi időnek a bemutatásához is. Ugyanakkor itt már ez egy kicsit egy ilyen nyugtalanító pont, hogy új csillagok jelennek meg, mert hogy azért a skolasztikának az elmélete szerint az égbolt az változtathatatlan vagy változatlan, és ugye ez már egy kicsit kezdi ezt megkapargatni még a heliocentrikus világképnek a gondolatának a felvetése előtt néhány évvel. Az, hogy a párja az ircen van, az mit jelent, hogy van az egy éggömbnek, van egy párja? A földgömb. Tehát van egy éggömb, és van egy földgömb. És ezek párban vannak? Ezek párban vannak, egyébként gyönyörű, ott kiállítva a két gömb egymás mellett. Egyébként ezek nagyon megbecsült darabjai minden tudós könyvtárának már egészen korán, tehát attól kezdve, hogy elkezdtek ilyet készíteni. Illetve azért is érdekes ez az égöm, mert például nagyon rossz állapotban volt, amikor visszakerült Zircre, és Tóth Zsuzsa kolléganőnk restaurálta sok éven keresztül, tehát én 10 éven keresztül, mire ilyen gyönyörű állapotba került, amiben most itt is látható. És egyébként látható rajta a tartógyűrűjén egy ilyen naptárbeosztás is, hiszen a csillagoknak a járásából a dátumot, meg hát főleg a napnak, de egyébként a többi néha nappal is látható csillagnak a járásából az óraidőt is meg tudták állapítani. Tehát olyan szempontból is érdekes ez a tárgy, hogy nem csak tudósok kollekcióit gyarapította, hanem ezek valódi navigációs eszközök is voltak a maguk korában. Az ilyeneknek is köszönhették a hollandok, hogy olyan pontosan és ügyesen navigáltak a tengereken, hogy ez egy nagyon komoly gazdasági fellendülést hozott az országuknak. A középső terembe átmentünk most hirtelen, ahol egy ilyen ovális terem. Ez az, hogy ovális legyen ez a kiállító tér. Ez hogy keletkezett? Nem is gondoltunk, hogy az ovális irodát elhoztuk Budapestre. Sárga ovális iroda. Először kör alapúra szerettük volna, de rájöttünk kicsi arra, volt a hogy akkor nagyon sok teret veszítenénk. És akkor így lett az ellipszis. A Marci A csillagoknak az égi pályáját is egy kicsit jobban leképezi. De az elején azért volt egy ilyen, hogy a Marci inkább az ellipszist szerette volna, én inkább a kört. Nem tudom, hogy te, de ti te... Én érdeklődve figyeltem a megbeszéléseket. És végül az ellipszis. Ki hogy érve. Igen, amit Marci mondott, hogy itt tényleg tök jól lehet látni a csillagokat, ha a sárgán horizonton fölé megyünk a kiállításból, akkor lehet látni csillagot, és lehet látni a különböző horoszkópos jeleket. Ők miért kerültek oda? A zodiákus jegyek a horoszkópnak, az asztronómiának, a csillagjóslásnak a legközismertebb és legalapvetőbb tájékozódási pontjai. Az is, aki nem foglalkozik a horoszkópokkal, vagy nem hisz benne, az is általában azért tudja, hogy milyen jegyben született, és akkor is, ha ma már nem része a napi kultúrának az, hogy böngészük a gyerek születési horoszkópját, és az alapján köbözzük ki, hogy kell-e neki szemüveget venni, vagy sem, akkor is azért elhangzanak ilyenek, hogy ez annyira mérleg, meg hasonlók. Tehát, hogy ez velünk él még máig, és arra emlékeztet, azért tettük oda, hogy emlékeztessen minket arra, hogy nagyon sok ünnepünk a csillagok járásából származik, nagyon sok ünnepünk a természeti jelenségekhez kötődik, akár a földihez, mint a hőmérsékletváltozás, ugye fagyos szentek, vagy a Sándor József Benedek, aki hozza a meleget, akár a csillagok járásához, mint a karácsony, a fény visszatérésének az ünnepe, már a pogány világban is megvolt, vagy a Szent Iváné, amikor mindenki tobzódik a fény győzelmében, hiszen majdnem 18 órát süt a nap, ami
például télen elképzelhetetlen. Tehát erre is emlékeztetnek minket a csillagképek. Ebben a teremben van egy gombjukba való óra is, ami Svájcból származik, és ez is a közlekedési múzeumból lett elkérve. Ez is színesedik az egész kiállítás, és látszódik ez a ciklikus idő. Ő miért került ide a kiállításba, hogy bemegyünk jobb oldali tárlóba? Mert egy okos órát teszünk be, az lemerült volna, és nem látszanának rajta a számok. Ez igazából a század előnek a holdható technológiája. Ha tetszik, vagy hogy mindig volt igény arra, hogy az ember egy kicsit a technológiát magával vigye, illetve annak is egy jelképe, hogy... Miért raktak a gombjukba órát? Azért valószínűleg nem gyakran történt ez meg, tehát ez egy különleges óra. Tehát itt kifejezetten ebben a gyűjteményben különleges darabokat gyűjtöttek, ahonnan ezeket kölcsönöztük. Lehet, hogy nem is volt a gombjukba beszúrva. Hát azért, de valószínűleg bele volt, bár nyilván látni egyikünk se látta használat közben. De gondolkoztunk azon is, hogy van egy olyan női párja ennek tulajdonképpen, ami ilyen nyakláncba fűzhető, kicsi, ugyanilyen gömb alakú, hogyha jól emlékszem óra. Tehát egyszerűen lehet, hogy ez férfi-női pár, és pontosan ez a, hogy tudjuk magunkkal vinni a modern technológiát már több száz évvel ezelőtt. Akár státuszszimbólum, akár az, ahogy az utóbbi időben egyre fontosabb lett, hogy szoktad mondani, hogy a nem feladatbeosztású idő, hanem óracentrikus? Igen, óracentrikus időfelfogás. Tehát, hogy amikor az óracentrikus időfelfogás már annyira eluralkodott, akkor már ugye annyira fontos lett, hogy magukkal akarták vinni. Mint hogy mi is hát azért úgy szeretjük tudni, hogy hány óra van. Nyilván. Hát igen, mert tölkett a nap, este lement a nap, így ezzel foglalkoztak, de beszélt az egyik interjúban ezekből a feladat megosztásokról. Ez a feladatcentrikus időfelfogásról. Ami egy ilyen ősibb, és a természethez alkalmazkodó, tehát nyilván innen indultunk ebből a feladatcentrikus időfelfogásból, hogy egészen Magyarországon egészen a 19. századig jellemző volt a paraszti társadalomra, hogy aszerint érzékelték az időt, hogy mi az a még hátralévő, illetve már elvégzett mezőgazdasági munka, ami ugye adódik az ő életükben, illetve hát leginkább ezen kívül a templomi alkalmak, az egyházi ünnepek voltak azok, amik meg hát a természeti jelenségeknek a változása, vagy hát az évszakok, a napszakoknak a változása. Tehát, hogy éppen ezért ciklikus ez a középső tér, és ezért ez a formája is, amivel próbáltuk ábrázolni ezt a ciklikusságot. Ami ugyanakkor viszont nem teljesen ciklikus, mert ugye nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, hogy már Herakleitosztól is tudjuk, úgyhogy inkább ilyen spirális, ahogy a Lakner Pál püspök úr a kiállítás megnyitóban is mondta, ez az idő. De egyébként ez a különbség az óracentrikus meg a feladatcentrikus időérzékelés között, hogy akkor az ember így ráhagyatkozik a feladatcentrikus időérzékelésben arra, hogy éppen hol áll a nap, mit kell csinálni, és akkor így ehhez tudnak viszonyítani. A középső terembe is el lehet kicsit gondolkodni, ezzel vannak puffok, le lehet ülni, ott meg lehet nyugodni, és ott van egy-két ilyen, ugye előbb ellipszis alapú ez a terem, nem ovális, de az már kicsit oválisabb a két ilyen tárló, ami egyikben nemes másolatokat is meg lehet fogni és lehet lapozgatni. Viszont vele szemben van egy hóráskönyv, amit többször kiemeltetek a hóráskönyvet, de nagyon keveseknek mond ez valamit szerintem, hogy hóráskönyv, vagy egy ilyen kalendáriumszerű könyv, amit mire használtak, és miért van ennyire díszítve, és miért annyira különleges. Igen, a középső teremnek a napi körében mi azt a középen lévő kiskört, ezt a napkörének neveztük el, hóráskönyveket állítottunk ki. A hóráskönyvek azok a világi embereknek az imádságos könyvei, és a késő középkorban ezek a könyvek voltak a legkedveltebbek, legelterjedtebbek, és a pannonhalmi főapátsági könyvtárból kölcsönöztük a 15. századi gyönyörű hóráskönyvet, a pannonhalmi hóráskönyvet, és abból a Máriának a kizsolozsmájából kiválasztottunk ugye 8 képet, minden egyes kép egy-egy imaórát vezet be, és így a látogatók ezeket az imaórákat végig tudják követni.
A könyvnek még az az érdekesség, hogy amikor itt elkezdtem dolgozni, tehát ez egy ilyen személyes, szubjektív kis történet, akkor láttam, hogy a régi nyomtatványok tárában számos ilyen facsimile kiadás van különböző hóráskönyveknek, és akkor láttam ezt a pannonhalmi hóráskönyvet, és tehát annyira szépnek láttam, hogy amikor szóba került az, hogy hóráskönyveket fogunk kiállítani, akkor egyből eszembe jutott, hogy ezt jó lenne így kölcsönözni, és szerencsére ennek nem is volt semmilyen akadálya. Németalföldi díszítése van, 15. században készült ez a könyv, és az, hogy a Mária Kizsolozsmájának a képei, Jézus gyermekségének a történetét dolgozza fel, az egy ilyen észak-francia vonás. Nagyon szép díszítései vannak, tehát ilyen rózsák, eprek, mindegyiknek van valamilyen külön jelentése is. A Mária szimbólum a rózsa, meg a lilium, az eper, ami ugye közel van a földhöz, az az alázatnak a szimbóluma, vagy Jézus vérének a szimbóluma. Szóval ezek a középkori hóráskönyvek, ezek tanították is az olvasókat, meg szórakoztatták is az olvasókat. Voltak olyan könyvek, mi ilyet most nem állítottunk ki a kiállításon, ahol a margóra ilyen nagyon érdekes, kicsit ilyen groteszk vagy tréfás figurákat készítettek, ezeket drolőriknek nevezzük, és végül is mi is adunk a látogatóknak egy ilyen kvázi drolőrit. A napi körnek a hátsó részén láthatók, tehát ilyen balett jelmezek, és ebből készített Török Máté egy ilyen vidám kompozíciót. Marci, neked volt ilyen kedvenc tárgyad, vagy nem is kedvenc, hanem szubjektív, amit ahogy Claudia mondta, volt, amit el akartál helyezni mindenképpen. Hogy mindenképpen el akartam volna helyezni, az túlzás, de ha egyet ki kéne bökni, akkor talán az a Szent Katalógus, ami a ciklikus teremben, a középső teremben, amiből a szenteknek a fametszeteit válogattuk ki. Ha már volt szó ezekről az ilyen vicces hozzátételekről, drolerikről, akkor sikerült becsempészni az én kedvencemet is, amikor a remete Szent Antalt elrabló ördögök mellé az egyik korábbi tulajdonosa a könyvnek egy ilyen kis latin mondatot fűzött oda a Szent Antal szájához, hogy ó Jézusom, hol vagy? Szinte egy ilyen képregényt csinált a kis Szentek élete kiadványából, ami nem is kicsi egyébként, egy ilyen A4-esnek mondanánk méretű vaskos antikva 16. század elejéről, és nagyon jól már csak méreteivel is reprezentálja, hiszen tele van ünnepekkel, és emlékeztethet minket arra, hogy amikor az évi 20-23 szabad nappal gürcölünk, hogy bizony, amikor ezeket az ünnepeket mind megülték, akkor még az embereknek talán ha 150 napot kellett dolgoznia egy évben, úgyhogy el lehet gondolkozni a feladatcentrikusság előnyein. De itt te sem úszod meg ezt a kérdést. Igen, közben a szubjektív tárgyat. Gondolkoztam rajta, hogy mi lehetne az én számomra. Az a baj, hogy kettő is van, de megpróbálom akkor gyorsan elmondani, hogyha megengeded. Csak nyugodtan. Van időnk. Az egyik az Petrus Apiánusnak a Császári Asztronómia című gyönyörűen illusztrált. Igazán, de van most egy csodakönyve, hogyha szabad ezt mondani. Ugye itt különböző tárcsák segítségével lehet különböző csillagászati számításokat végezni, vagy időnként asztrológiai, időnként asztronómiai, ez azért nem különült el különösebben ebben a 16. század, vagy 16. századról beszélünk. Ebben a korban ugye Apiánus volt 5. Károlynak az udvari csillagásza és matematikusa, de egyébként az Ingolstadt Egyetemen is tanított, és onnan ismerős nagyon számunkra a neve, hogy ő nyomtatta a Lázár térképet, az első nyomtatott magyar térképet, ami ugye a világdokumentumokban őrzött örökségének a része 2007 óta, ő találta ki ezt a sztereotípia nevű eljárást, amit ezen a térképen alkalmaztak, szóval egy ilyen nagyon sok színű reneszánsz egyéniség volt, és ez azért nagyon különleges ez a könyv, mert tényleg ilyen forgatható zsinórral rögzített tárcsák vannak benne, amiket még a mai napig tényleg lehet forgatni, és maga a példány, amiből egyébként kettő van összesen az országban, az egy nagyon szépen festett, fametszetek
fametszetből áll, vagy szóval, hogy fametszet az alapja, de gyönyörűen kifestve. Ez az egyik, ami nagyon különleges, a másik pedig, ami közel áll a szívemhez, az hasonló egy kicsit, mint amit a Marci is említett, az Heiser Glicérnek, egy piarista történelem tanárnak a történelem könyve, amit a Podolini piarista diákok az akkori ötödikesei számára írt, ő a tanár úr személyesen saját kezeivel latin nyelven, és fantasztikus vízfestékrajzokat készített hozzá, amikben hát így időnként ugyanilyen rajz, vagy ilyen képregényszerűen kijönnek mondatok az emberek szájából, és akkor amikor ölik őket, akkor ott jajgatnak, meg hasonló ábrázolások vannak benne, és ahol kinyitottuk, az a Mohácsi vészre emlékeztető kis bejegyzés, és ott éppen azt lehet látni, hogy Lajos leesik a lóról, és a jövendőbeli látogatóinknak, illetve a visszatérő látogatóinknak is felhívom a figyelmét rá, hogy majd ha járnak a kiállításban, nézzék meg, hogy mi a furcsaság a rajzon. Ugye a királynak a feje körül kell keresgélni. Csírják meg majd kommentbe, ahol éppen írják hallgatják a csevegy. Ez nagyon érdekes, hogy hol van kinyitva. Ilyenkor ugye egy helyen lehet csak kinyitni egy könyvet, ez egy ilyen speciális eszköz. Ilyenkor mennyire van bennetek az, hogy hú, de jó lenne, hogyha a 46-on is, meg a 26-on is lehet látni. Azért is kérdezem ezt, hiszen visszamegyünk az első kiállításba, van egy Nürnbergi biblia, ami ötször akkora, mint a Hóráskönyv. Nagyjából el tudjuk képzelni, hogy milyen méretek vannak, ahol nagyon izgalmas illusztrációnál van kinyitva. Kitaláltuk, hogy néhány lapot, amit még nagyon szeretnénk megmutatni, azt esetleg oda teszünk nemes másolat formájában a könyv mellé. Másrészt pedig igen, tehát így nagyon sokszor harabdáltuk így az ujjainkat, hogy akkor most hol nyissunk ki, mert annyira jó dolgok vannak egy csomó helyen, de ezért igyekeztünk koncentrálni, hogy a koncepcióba illő legyen maga, ha kinyitjuk. De egy helyen egyébként sikerült úrrá lennünk ezen a technikai problémán, hiszen van egy jós könyv, amit végig lehet pörgetni, akár hagyományos PDF formátumban, akár úgy leprogramozva, hogy ezt az ilyen kalandjáték kockázat jellegű ilyen ide-oda lapozgatós könyveket megidéző rendszerű jóskönyv, ami egyébként a 16-tól a 19. századig divatban és forgalomban volt, hogy ez működőképes legyen, és itt egy ilyen kis véletlen generátorral az ember jósoltathat is magának, de valóban ez mindig egy ilyen ellentét végül is a könyvtár és a múzeum között, hogy egy könyvet azt lapozni kell, és nem csak egy helyen bemutatni. Igen, és egyébként pont ezért is van kinyitva, vagy pont ezért helyeztük el azokat a hóráskönyveket, amiket lehet lapozgatni, hogy ugye a látogatóban is nyilván felmerül, hogy ott van egy csomó gyönyörűbbnél gyönyörűbb könyv, és ez tehát, mi van a másik oldalon? Igen, mi van a másik oldalon, és ezért gondoltuk, hogy ez egy kicsit ilyen rendhagyó kiállítás ebben a tekintetben is. Azért azt elmondanám, hogy ezek is nagyon-nagyon értékes könyvek. Szóval, hogy tényleg egy különleg, ezek a faximile kiadások, a modernai hóráskönyv és valóan Renátának a hóráskönyve, amit ott lehet lapozgatni, de tényleg egészen különleges értékkel bírnak, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy itt ehhez hozzá lehet nyúlni fizikailag. És amit kérdeztél az első teremben, a Nürnbergi biblia, ugye arról beszéltünk, hogy van a lineáris tér, és az időnek, hogy valahol indul, és valahová tart, a múlt, jelen, jövő hármasságával lehet ugye ezt leírni, és hát ezen gondolkoztunk, hogy így ebben a mi kultúrkörünkben körülbelül honnan ábrázolódik az idő, és hát leginkább a teremtés az a pillanat, amivel meg lehet fogni az időnek a kezdetét ebben a korszakban, amiben mi mozgunk, ugye így a kutatásaink, meg a munkánk, meg a tárnak az anyaga folytán. Úgyhogy ez a nagyon szép Kóberger által kiadott biblia, az ott a teremtésnél van kinyitva, méghozzá éppen pont Éva teremtésénél. És egy nyomtatvány, és aztán később kiszínezték, és nagyon szép. Fölmész néha a kiállítani, hogy mennyire van széthajtva ez a nyitogatható, lapozható faksimile másolat? Igen, nem csak én, hanem mind a hárman, meg a restaurátorok is nézegetik, és még az őröket is megkérték, hogy figyeljenek rá. Igen, július 13-ig, mert elég sok idő van. Igen, azért ezeket nézzük, és van is terv arra, hogyha nagyon elhasználódának, vagy hogyha bajuk esne, akkor mire cserélnénk esetleg ki, de ezt még nem árulom el egyelőre. Viszont ami még érdekessége ennek a lapozgatható szekciónak, az, hogy a kisebbik hóráskönyve, a Válóa Renátának a hóráskönyve, az egy ilyen egészen
érdekes alaptörténettel bír, ugyanis az eredetiét azt egy 1994-es olaszországi kiállításra ellopták. Aztán. És hát azóta se került elő, úgyhogy igazándiból ez a fakszimile kiadás az, ami őrzi az emlékét ennek a húráskönyvnek, tehát ez duplán értékes és duplán érdekes ez a történet, azt hiszem. Bízunk az időben, hogy hát előkerül majd. Még egy utolsót szeretnék, és aztán átmegyünk az utolsó terembe. Van egy zsebnaptár, a Liszt Ferenc zsebnaptár, az már mindenkinek mond valamit, mit keres itt nálunk a Liszt Ferenc zsebnaptára, és ez is érdekes, ez is melyik napon van kinyitva, éppen mit tett akkor Liszt Ferenc? Ez egy cecilianus kalendárium, vagy cecilian kalender. A 19. században volt egy egyházzenei reformmozgalom, és az egyik regensburgi központja adta ki ezt a kalendáriumot. A kalendárium 1876. február hónapjánál van kinyitva, és négy város név van feljegyezve. Ha jól emlékszem, Firenze, akkor van még egy olasz város, Velence és Budapest. Tehát február 15-e Budapest. És az az érdekessége ennek a dátumnak, hogy akkor érkezett meg Liszt Ferenc Budapestre, és ezután kezdett el tanítani a frissen megalakult Zeneakadémián. Ennek a kalendáriumnak még van egy érdekessége. Maga a naptári rész alatt minden hónapnál vannak ilyen érdekes kis tanulságos történetek, és itt ebben a februári részben arról van szó, hogy az énektanárok, illetve a hangképző mesterek hogyan tudják megtartani jól a saját hangukat, illetve az énekesek. És akkor szó van arról, hogy volt egy ilyen nagyon híres énekes és hangképző tanár, aki fellépés előtt nem ebédelt, és egész nap kömény magteát ivott. Akkor volt egy másik ilyen nagyon híres alt hangú énekes, aki szintén diétázott a fellépések napján, és egészen öreg koráig is meg tudta tartani a szép hangját. Vagy szó van arról, hogy az antikvitásban a politikusoknak és a rétoroknak voltak fütyülő szakemberei. Ezek a fütyülő szakemberek akkor fütyültek, hogyha vagy hangosabban kellett, hogy beszéljenek, vagy a ritmuson kellett, hogy változtassanak, de magának a beszélőnek kellett, hogy kitalálja azt, hogy mit jelent ez a jelzés, és hogy ez mennyivel bonyolultabb folyamat volt, mint később a súgóknál, amikor konkrét instrukciókat adtak. Tehát ebben a cecilianus kalendáriumban februárnál ilyen érdekes történetek vannak. Amikor vezetést tartunk, akkor azokon a napokon mi is csak kömény magtát fogyasztunk, hogy a hangunk megmaradjon. Ma sem ebédeltünk. Nem ebédeltünk, ja. Csak kömény magtát. Csak egy kis Dreyer tápszert, mert a életlépcső azt ajánlja számunkra. Igen. Na, hát megérkeztünk az utolsó terembe, ahol egy magántulajdonnak mehetünk neki, hogyha nem figyelünk nagyon. Köztulajdon. Hogy kerül egy magántulajdon? Hogy kerül ez egy ilyen dombormű, vagy mi ez? Vagy ez egy szobor tulajdonképpen, ami, és mit? Relief, egész pontosan egy relief töredék. Uh-huh. Ez a Trogiri Kairos reliefnek a másolata. Uh-huh. Én ezt szoktam mondani, hogy a másolata, de valójában a másolatának a másolatának a másolata. Vagy nem is tudjuk pontosan hányadik, minden esetre az biztos, hogy nagyon hálásak vagyunk azért Török Máténak, hogy ezt oda ajándékozta a kiállításnak, ugyanis rajta keresztül jutottunk ehhez ehhez a kis domborműhöz. Ez ugye pontszerű idő, úgy van ez a papíros kísérőben. Mit jelent az, hogy pontszerű idő pontosan? Kairos, ez a teremről beszélünk, a igen, harmadik a teremről. Ugye Kairos testesíti meg azt a pillanatot, ami a lehetőségnek a pillanata. Tehát, hogyha elég ügyesek, elég élesek vagyunk, akkor a pillanatot meg tudjuk ragadni, egy lehetőséget meg tudunk fogni, és ezzel jól tudunk élni. Ugyanakkor a Kairosz idő a középkorban az Istennel eltöltött időt is szimbolizálja. És akkor arra gondoltunk, hogy ez a harmadik terem egy ilyen
kaput szimbolizál, tehát a természeti idő és a belső idő között, vagy így ilyen nagy szavakat használok most, hogy a makrokozmosz, meg a mikrokozmosz között. Tehát minden embernek van a saját életeiben ilyen olyan nagyon erős, nagyon csodálatos, átalakító pillanat, amitől így több lesz. Uh-huh. Tehát valahogy így megváltozik az élete. Akár katarzisnak is mondhatjuk, és akkor ehhez kerestünk olyan tárgyakat, amik tehát a pillanat megragadására utalnak, vagy arról számolnak be, hogy milyen ezen a kapu mondjuk így átjutni. Dante műve hogyan kapcsolódik ide? Két szempontból is kapcsolódik Dante műve a pontszerű időhöz, illetve az idő kérdéséhez. Az egyik az, hogy amiről ez a mű szól, az a háromnapos, egy ilyen húsvéti időszakban történt túlvilági utazás, amit Dante bejár az isteni színjáték énekei során, hogy a poklon keresztül purgatóriumon át végül eljut az istenlátásra. Ez is egy ilyen földön túli lelki élmény, ami az időben rejlő lehetőségek jó megragadásával elérhető, hogyha kellőképpen figyelünk és koncentrálunk, összpontosítunk, akkor egy-egy pontban is, ahogy Claudia több szövegben említette, a végtelen kapujává tárulhat ki. Másrészt a harmadik teremben látható kút által is szimbolizálva arra emlékeztet minket, ami a középkorban egybeesett az egyházi tanítással, sőt ma is, hogy az ember Isten képére van teremtve, Isten képmására teremtetett, és ez végül is a nekünk rendelt idő értékét is jelképezi, hogy ahogy ma is az emberi életet tartjuk a legtöbbre, ugyanúgy a középkorban is, és ez adja meg a minden pillanatban rejlő felbecsülhetetlen értéket. Igen. Köszönöm, hogy az záró kérdésemet így felvetetted. A terem közepén van egy kút, és utána végigmentünk a ciklikus időn, a másfajta időn, akkor belendészhetünk egy kútba, hogy látjuk magunkat. Ez a kút, ez honnan jött? Kinek pattant ki a fejéből? Hát a Jánoséből? Nem, ez Gazdag nem. Mária volt egyébként. Gazdag Mária volt, és ez fantasztikus ötlet. Sokat gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne ezt a pontot jól megfogni, jól átadhatóvá tenni, vagy hogy hogyan lehetne ezt ábrázolni, és akkor jött Máriának ez a nagyszerű ötlete. Egyébként korábban már szó volt róla tükörről amúgy a megbeszélések során, csak akkor ezt elvetettük, és akkor viszont azon a későbbi pontján a megbeszéléseknek pedig az újra visszatért. És hogy látjátok, volt már párvetetés, hogy valaki elér itt a kútba katarzist? Hát reméljük, többen nagyon nagy örömmel és nagy lelkesedéssel köszönték meg a vezetést, és látszott a szemük csillogásából is, hogy nem csak úgy udvariasságból mondják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyjából ez az üzenet azért elér mindenkinek a szívéhez, meg a lelkéhez is, amellett, hogy talán az intellektust is egy kicsit szórakoztatjuk, miközben végigmegy ezen a három termen a látogató. És ha katarzist nem is érnek el, miközben ugye benéznek a kútba, de emlékeznek arra, hogy akár lehet egy ilyen élményben részük. És ugye egy nagyon szép zene szól, Lisztnek a Dante Magnifikátja, ezt Illés Boglárka ajánlotta nekünk a zeneműtárból, és nagyon hálásak vagyunk ezért a javaslatáért. Marci, neked még egy záró expozit lehet? Hát, egy ilyen drolleri még egyszer, hogy amit a kiállítást megnyitó Lakner Pál fűzött a kúthoz, hogy az az idő feneketlen kútja. Hát én ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el és jöjjön rá, hogy miért. Tehát július 13-ig, 2024. július 13-ig lehet látni a kiállítást. Kettől szombatig 10 és 18 óra között itt a Budai Várban a Széchenyi Könyvtárban. Iskolai csoportoknak ingyenes a vezetés és a látogatás is, és a családoknak pedig kedvezményes jegyeket is lehet vásárolni. Solymos Ákos segítette ezt a szűk órát így eltölteni így együtt. Köszönöm szépen, hogy Varga Bernadett, Túri Klaudia és Szovák Márton beszélgethettünk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük!